fehér ékszerként emelkedik ki az 5 hektáros park zöld fái közül a 18. században épült csodálatos kálai kúria. Korának ismert és kedvelt olasz építésze, a nagykálói megyeházát is megálmodó Salvator Aprilis tervei alapján készült a barokk kúria az 1760-as években. A barokkra jellemző túldíszítettség vegyült a térségben elterjedt puritán visszafogottsággal. Így egy különleges hangulatú épület adhatott helyszínt a vármegyét, később pedig az ország sorsát vállán hordó, kiemelkedő család generációkon átnyúló életének. A kálaiak elsőként a 13. században adtak hírt magukról, amikor segítőkezet nyújtottak a tatár dúlás elől menekülő IV. Bélának. Támogatásukért cserébe hatalmas birtokokat adományozott neki az 1240-es években visszatérő uralkodó. Erről a hősi időszakról tanúskodnak azok a középkori fegyverek, vértek, pajzsok, amelyeket a tágas és napfényes fogadótérben csodálhatnak meg a látogatók. Az írott források szerint 1271-ben már vásártartási jogot is kapott Semjén. De 1299-ben Kálai Mihálynak és fiainak a törvény előtt kellett megvédeni magukat, bizonyítva ártatlanságukat kereskedők kifosztásában. Ennek ellenére ellenséges nemesek felégetik Semjént, de Mihály fiai hősiesen védelmezik Szatmár várát, ezért elismerést és kártérítést kapnak az uralkodótól. Az Árpádház kihalása és Károly Róbert uralkodása idején szilárdul meg végleg a térségben a kálaiak hatalma. Ugyan több alkalommal kellett pereskedésben védeni a birtokokat, azok mérete nem csökkent, inkább nőtt a középkor évszázadai alatt. Luxemburgi Zsigmond uralkodása idején kerül birtokukba Káló Semjén. Címerük is ebből az időszakból származik híres jelmondatával. In asperis et prosperis, azaz jó és balsorsban egyaránt. Mátyás király szolgálatában harcolt hősiesen Kálai Pál Jajca alatt 1463-ban. Ezért Mezőtúr és Varsányvárosok birtok részét is megkapták. A család egészen a Mohácsi csatáig meghatározó szerepet töltött be a magyar királyság életében. A 16. század közepére a megye addigi 7. legnagyobb települése, Káló Semjén, lassan a 12. helyre, majd a török hódoltság következtében még alább süllyedt. Igaz, az 1571-ben a szomszédságban a birtokukon felépült Káló végvára a törököt visszatartotta a pusztítástól, de a magyar és német várkatonákat sajnos nem. Csak a török kiűzése után telepednek vissza Semjénbe a kálaiak. Hűségük a magyarság iránt azonban a hódoltság idején sem változott. Kálai János például részt vesz Bocska István mellett a szabadságharcban. A Kassát körülvevő császári sereget Eperjesig űzi. Késői utódját, 12. Kálai Jánost Mária Terézia nevezi ki császári kamarássá és egyben gróffá. De mivel utód nélkül halt meg, nem öröklődött tovább a grófi cím. A reformkor idejében is meghatározó szerepet játszott a család a vármegye és az ország életében. Egyik legismertebb közülük Kálai Ödön volt, akiről azt tartották kortársai, hogy megingathatatlan, egyenes jellemű, sziklaszirált hitű hazafi volt, akit ugyan a szabadságharc leverése után halálra ítéltek, de Hajnaú megkegyelmezett neki, ellenben rendőri felügyelet alatt tartották sokáig. 1867-ben Ödön egyike volt a 7 kurucnak, aki nem vett részt a koronázási ünnepségen, helyette Cinkotán üléseztek, nem fogadva el a kiegyezést. Mikszáth Kálmán azt írta róla, jellem mint az acél, nemesség, amelyen nincsen rosda. A családból többen vállaltak hivatalt, alispáni vagy főispáni tisztséget. A család egyik legismertebb alakja a későbbi miniszterelnök édesapja, Kálai András, a vármegye Andris ura volt, aki elsősorban a puritán hazafiság, a kultúra, a művelődés és a megye árvízmentesítésének elkötelezett híve volt.
Róla maradt fent egy történet, hogy amikor a vén Albrecht királyi herceg, akit a magyarok legnagyobb ellenségének mondottak, egyszer ellátogatott Szabolcsba, hogy a vizitjével békítgesse a keményakú magyarokat, a Tokaji híd Szabolcsi oldalán a vármegye urai illően fogadták a herceget, aki hintajáról leszállva véletlenül éppen Kálai Andrástól kérdezte, mióta lakik itt? 1000 éve felség, felelte a büszke sas. Visszatérve a Kálai kúriához, az épület 1767-re készült el, és ugyan sokáig úgy tudták, hogy Salvator Aprilis tervezte, sokkal valószínűbb, hogy öccse Giuseppe Aprilis munkája volt. A megbízó Kálai György volt, aki maga is Semjénben született 1752-ben, és egri kanonok, valamint albei prépost volt. Az építkezéshez Szabolcs vármegyétől 14 ezer zsindelyt kapott kölcsön. A kúria elrendezéséből jól kitűnik, hogy elsősorban azért épült, hogy a család otthona legyen. 1948-ig csak a család birtokolta is lakta. A kúriát 1948 és 49-től használta például az erdőgazdaság munkásszállásként, beolajozták, fát vágtak a parkettjén. Az apagyi állami gazdaság 1949-ben vette birtokba, terményraktár céljaira használta. Gyönyörű parkettjén műtrágyárt és terményt tároltak. Az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség költségén és kivitelezésében az épületet 1964-ben állították helyre, műemlékké nyilvánították, miközben a leírt átépítéseket is elvégezték. Ekkor vitték el a megmaradt intarziás padlózatot is. Kálai Andrásnak 5 fia volt, közülük a legismertebb Miklós, a miniszterelnök. Középiskoláit Nyíregyházán és Budapesten végezte. Egyetemi tanulmányokat Budapesten, Genfben, Dresdában és Párizsban folytatott. Apjához hasonlóan művelt, széles érdeklődési körű, európai kitekintésű, nyelveket ismerő fiatalemberré cseperedett. Hivatali pályáját 1919-ben kezdte Szabolcs vármegyei közigazgatási gyakornokként. Helyettes kisvárdai, majd 1914-től nagykálói szolgabíró, 1916-ban a főispán nagykálói főszolgabírónak nevezte ki. 1918-ban áthelyezték a kisvárdai járásba. 1 évre rá viszont a vármegyei direktórium igazolt munkaképtelenség folytán nyugdíjazta. Utána Kálai Miklós a családi birtokon gazdálkodott. 1914-ben vette nőül Kálai Rudolfnak, a nyíregyházi Erzsébet közkórház igazgató főorvosának lányát, Helint. Kálai Miklós nem sokáig maradt nyugdíjas, 1922 és 29 között szabolcsi főispán, 1929 és 31 között kereskedelemügyi államtitkár, 1932-től 1935-ig földművelésügyi miniszter volt. Az újonnan létrehozott Országos Öntözésügyi Hivatal elnöki tisztét 1937-től töltötte be, miniszterelnökké történt kinevezéséig 1942. március 9-éig. Az ország 1944. március 19-i német megszállása vetett véget politikai karrierjének, és szétzúzta békés, meghitt családi otthonukat, életüket. András fia a nácik Mauthauseni haláltáborának fogja lett. Miklós fiát az oroszok tartották majd 10 évig fogságban és kényszermunkán. Feleségét Buda ostromakor vesztette el. Ő maga a megszállás után 1944. november 19-ig a Rózsadombi török követségén kapott menedéket. Innen hurcolták el a magyar és német rendőrök. A Margit körúti fogház, Sopron kőhida börtönei következtek, majd 1945-ben Mauthausen és Dachau. Az amerikai hadsereg Dél-Tirolban szabadította fel 1945. május 4-én. Capri-szigetén, majd Rómában élt, 1953 karácsonyán pedig áttelepült Amerikába. A New York-i Magyar Nemzeti Bizottmánynak és Végrehajtó Bizottságának lett a tagja, cikkeket írt, beszédeket mondott, dél-amerikai előadói körutat tett. Pár nappal 80. születésnapja előtt hunyt el, majd nagy részvét mellett temették el New Yorkban. Földi maradványait fiai 1988-ban Rómába, a Magyar Máltai Lovagok sírboltjába vitették, 1993. április 17-én nyílt meg koporsója előtt a Kálósemjéni családi kripta ajtaja, és végakarata szerint szülei, testvérei és felesége mellé helyezték örök nyugalomba.
A Kállai kúria méltó módon őrzi a nemzet életében évszázadok óta meghatározó szerepet játszó Kállai család emlékét. Az épület emellett a 19. és a 20. század polgári hangulatát idézi fel a látogatók előtt. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.